Beragadt a rajtnál a nyírbátori futballcsapat, Kovács János együttese három fordulót követően pont nélkül szerénykedik az NB3 keleti csoportjának utolsó előtti helyén. A legutóbbi fordulóban a Nyíregyháza Spartacus látogatott Bátorba, és a papírformát érvényesítve a Spari 3-0-ás győzelemmel távozott a Sportutcai pályáról. Így utólag azt mondom, ez volt a realitás. Egyetlen egyet hiányoltam a egyéni kreativitást csapattól, és a küzdőképességet, ami egy kicsit meglepett, hogy nagyon merevek voltunk és tompák, mintha megijedtünk volna, nagyon tiszteltük a Nyíregyházát ezek szerint, pedig hát semmi olyan felelősség nem volt a csapatra rányomva, hogy ezt a mérkőzésen nekünk meg kell nyerni, és mindenképpen pontot kell szerezni, nyugodtan játszhatott mindenki, hát ebbe belehibáztunk, és ez nagyon keserű pirula számomra. A szakember már előre tekint és bízik abban, hogy a folytatásban a csapat azt a játékot nyújtja, amire képes, és ez pontokban is megmutatkozik majd. Nem ilyen rajtól álmodtunk, és nem ilyenre számítottam én se. Az első mérkőzés a fájó pont, a másik kettőben benne volt a papírform szerinti bármi, hogy alakul. Ott a 60-i mérkőzést, azt nagyon sajnálom, mert ott meg volt minden lehetőség arra, hogy azt akár meg is nyerhettük volna. Hát most új alapokról kell indulnunk, és bízom benne, hogy azért a munka benne van a csapatban, és ennek az eredményét az elkövetkező időben szeretném újra látni, visszalátni, hogy mégis mire vagyunk képesek. A Nyírbátor vasárnap hazai környezetben kezdheti el a pontgyűjtést, a negyedik fordulóban az eddig két vereség mellett egy döntetlent jegyző Újpest 2 látogat Kovács János csapatához.